Dobozokban, zsákokban és asztalokra kiterítve várták új tulajdonosaikat a használt ruhák. Gyűjtést és bőrzét szervezett a család és gyermeki jóléti szolgálat a városban. A Vörösmarty utcai telephelyre lábbeliket, játékokat és használati cikkeket is vártak a nap során. Mint Kóti Julianna, a családsegítők szakmai vezetője elmondta, folyamatosan érkeztek a felajánlások és a rászorulók is, akik ingyen válogathattak az összegyűjtött tárgyak között. A vezető hozzátette, az adományokat, beérkezésüket követően kor és nem szerint válogatták szét, ezzel is megkönnyítve a célirányos kereséseket. A célja az volt a ruhabőrzének, hogy cserélődjenek a ruhák az emberek között, Hévizen, illetve Tomajon. Ez a, terep, ez a két település tartozik hozzánk, és az volt a célja, hogy eljusson ahhoz a ruha, akinek szüksége van rá, illetve a felajánlások is fontosak számunkra, mert esetleg olyan családokhoz is jutnak el ruhák, akiknek anyagi korlátaik vannak beszerezni akár a téli időszakra a gyerekeiknek, illetve a családnak a, a szükséges ruhadarabokat. A szakmai vezető hozzátette, külön figyelmet szentelnek azoknak az időseknek és betegeknek, akiknek korlátozottak a lehetőségeik arra, hogy ellátogassanak a helyszínre. Hozzájuk személyesen juttatják el a használati cikkeket, melyeket egy előzetes felmérés alapján válogattak össze. A családsegítők legközelebb tavasszal rendeznek ruhabőrzét, a felajánlásokat azonban addig is szívesen fogadják.